e kettő között ebben az esztendőben, és nem komoly esélyese az Európa-bajnoki címnek. Itt a kockázászló, nem volt igazából sok előzés ott a mezőny elején. Bőziger, Hahn, Österreich, Albacete az első négy sorrendje. Végül is Birnbauer Zoltán nem tudott előrébb keveredni, és a 13. helyen fejezte be az első zolderi versenyét. Nem volt túl sok szerencsénk, balról indultunk a rajtrásról, balos kanyarral kezdődik, belső hív szokás szerint bedugul, kívülről a Blizz nagyon ügyesen elkezdett szorongatni, a következő kanyar jobbosra belülről meglökött, végig kísért úgy, hogy keresztbe hosszába utóztam, aztán itt a célegyenes hátra mögötti résznél ellökött a kavicságyba, tehát úgy tudtam csak korrigálni a lökdösödését, hogy sajnos lementem, ott nagyon sokat visszaestem, elment 3-4 autó, aztán 14. hát nem túl kecsegtető. Utána a Blizz ugye nagyon ügyes volt az elején, amíg találgattuk a helyeket, addig jól bebújt szemtelenül, agresszíven, majd fenntartott egyfolytában, tehát végig nagyon katasztrofális féktávok voltak már, utána elsporolta, nem volt már hova siessen, igyekezett megtartani a pozíciót, jól zárta a szögeket, lehetetlenség volt megelőzni. Hát igen, katasztrofális ugyan a féktáv, nyilván arra gondolt Birnbauer Zoltán, hogy nagyon hamar gyújtotta a lámpát, de hát nincs mese, nagyon nehéz előzni, mert egyrészt óriási monstrumokról van szó, másrészt ahhoz képest meg különlegesen szűk az összes Európa-bajnoki pálya. Minden esetre egy kicsit bemelegedve várhatta a második futamot a magyar pilóta. Folytatjuk az összefoglalót Belgiumból, Zolderből, a kamionos Európa-bajnokság verseny hétvégének második futama következik, tehát szombat délutánról. Azzal, hogy Birnbauer Zoltán a 13. helyen fejezte be az első versenyt, értelemszerűen a 13-ról indul, amíg elől. Ugye a helyzet az, hogy a 8-ként az előző futamot befejező David Vrösecki a fordított, az első 8 fordított rajtsorrendjének köszönhetően ezúttal az éről megy majd. De addig még néhány pillanat a rajtrácsról. Az Oxford Racing csapata tisztítja még meg a szélvédőt. Itt látható egyébként, nagyszerű időben zajlottak a szombati futamok, majd nem sokára a vasárnapiak kapcsán ezt éppenséggel elmondani nem lehetséges, de itt Birnbauer Zoltán, aki tudja, hogy még agresszívabbnak kell lennie, hiszen mindig rendkívül kemény pilótákkal találkozik, és ezt, ahogy ő is mindig elmondja, szoknia kell, de ez a verseny különlegesen a csattanásokról híres, hiszen ugye itt ősszel, kora ősszel már a bajnokság végkimenetele szempontjából is egy-egy pozíció dönthet akár, tehát még jobban oda teszik magukat a versenyzők. A második futam rajtja Alexander Vovnak sikerült a legjobban, a sárga MAN kormányzó orosz pilóta megy elől, mögötte jön Adam Lackó, a csapattársa, illetve a Freightlinerrel, Uwe Nitter kettejük között, illetve leginkább kettejük mellett, mert itt a célegyenes végén gyakorlatilag hárman zuhannak be egyszerre ebbe a kanyarba, és Albacete is meglehetősen jól elkap a rajtot, már a negyedik helyen autózik, mögötte Johan Hahn a hármas MAN-nel. Az sem mindegy, hogy ott annak mi lesz a végeredménye, hiszen ők ugye ott vannak a dobogón, azért küzdenek. Elő viszont most Alex Wolf mögött, másodikként Uwe Nittel biztosítja a helyét, miután Lackó a fej-fej melletti kanyarvétel után csak a harmadik helyen tud az újabb kanyarba befordulni. Birnbauer Zoltán számára rendkívül izgalmasan, komplikáltan kezdődött a futam, hiszen rögtön a rajtot követő első kanyarban megpördült, és kénytelen volt az utolsó helyről folytatni a versenyt, ahonnan aztán hihetetlen agresszivitással és persze jó versenyzése, jó sebességgel megint a régi pozíciója közelébe tudott előrejönni a 13. hely környékére. Továbbra is Wolf vezet, itt pedig Birnbauer Zoltánt figyelhetjük, amint Michel Bassanelli, a francia esik áldozatául. Itt aztán meg is bökték hátulról, de sikerült megfogni még az MAN-t.
továbbra is Alexander Vov van elől, és amíg egy kicsit talán lassabb tempóban autóznak, mint hogyha mondjuk Bőziger vagy Hahn menne elől, ez nagyon megfelel az orosznak, mert ő még el is tud nyúlni valamelyest Uwe Nitteltől, és hogy telnek a körök, egyre nagyobb az esélye arra, hogy megfelelő előnye legyen ahhoz, hogy ha majd mondjuk Albacete kibújik, meg Hahn, meg Bőziger, akkor ne egyék meg rövid egy-két kör alatt. Uwe Nittel, és mint látható Albacete már kihasználhatja majd Uwe Nittel és Lackó hibáját, nem, egyelőre Uwe Nittel még tartja magát a második pozícióban, de már Albacete rendkívül erőszakosan jelzi, hogy hamarosan érkezek öreg, aztán egy látványos kanyarvétel. Az utolsó pillanatig úsztatta a kamionját Alexander Vov, de pont a rázó előtt tapadtak be a gumik. Johan Hahn. Ösztreich és Lackó előtte. Ösztreich van egy kicsit talán túlzottan és kívül, de Hahn a kigyorsításnál most még nem derül ki, hogy meg tudja előzni. Aztán kőkeményen Albacete arrébb tessékeli Uwe Nittelt, aki így aztán kénytelen levágni a sikánt. Ezt ugye kétféleképpen is értékelhetik majd a versenybírók. Versenymanőverként, ami belefér, vagy levágásként, ami nem fér bele. Újra Birnbauer Zoltán. És ugye ezeken a képeken nagyon jól látszik, hogy milyen erőszakos. Ő is fölveszi a kesztyűt, és ha kell, akkor betámasztja az ellenfelet, és megint előre jön egy pozíció. De hát mondom, az utolsó helyről a kipördülés után kell is, hogy álljon a gázon. Aztán Bőziger megy keresztbe, ő is szenzációsan fogta meg. Christopher Lövettől nem áll távol egy kis keménység, most bele akasztotta az orrát Bőziger hátuljába, és majdnem mind a ketten pórul jártak. Itt viszont visszaadna a kölcsönt Uwe Nittel, ehelyett Antonio Albacete eljön, és még le is szakít egy darabot Uwe Nittel Freightlinerjéből. Továbbra is őrzi az első helyét Alexander Vov, most viszont már egy nála gyorsabb pilóta van mögötte, Antonio Albacete. Közben Uwe Nittel elhagyja a fölös darabkákat, és lassan elhagyja Adam Lackót is. Itt Albacete kamionjából figyelhetjük, amint Uwe Nittel megválik a kamion már lifegő részeitől. Ösztreich a Renault-val. Johan Hahn pedig érkezik mögötte. Hát itt most már Alexander Vovhoz nagyon közel érkezett. Albacete igen hamar kijött a kettejük közti sebességkülönbség. Itt még próbál keménykedni Vov, és ennek a keménykedésnek az az eredmény, hogy ebből a kanyarból még ő jön ki elsőként. Fej-fej mellett Antonio Albacete és Alexander Vov, de aztán a hosszú egyenest már tökéletesen alkalmas arra, hogy Albacete simán elforduljon neki, és így aztán a spanyol vezet. Azon két pilóta egyike egyébként Antonio Albacete, aki elmondhatja magáról, hogy egymást követő két futamot meg tudott nyerni. Ez ugye azért nagyon komoly fegyvertény, mert a futamgyőztesek ugye automatikusan mindig a 8. helyről rajtolnak. Neki ez már kétszer is sikerült, egyszer idén, egyszer tavaly, és tavaly még David Vršecký ezt ugyancsak meg tudta tenni, tehát ez a két pilóta volt erre képes. Ez továbbra is az élmezőny, ami Birnbauer Zoltánt illet, ugye láttuk, és most is látjuk, hogy milyen szépen halad előre, és az utolsó helyről megint van esélye legalább a 13-ra előre jönni. Dominik Orsini a Mercedes-szel előtte. Na nézzük! Ez a féktáv, ez meg lehet, ez meg kell, hogy legyen. És a sikánt sem vágja le Birnbauer Zoltán, hanem tisztán be tud bújni, és Orsinit is e pillanatban meg tudja előzni. Aztán Orsini keménykedik még egyet. Nem könnyű megtartani a helyezést, akkor sem, hogyha már tisztán előrébb van valaki. De most már nem kérdés, hogy Birnbauer Zoltán jöhet egy pozícióval előrébb, mint az előző körben. Itt viszont sehol senki. Nagyon más reménye most már nem lehet, mint egy Orsini megelőzése után ezt a 13. helyet valahogyan megtartsa. És akkor az a bravúr kategóriájába tartozik majd, nem azért, mert 13-ról indulva a végén ugyanebben a pozícióban fejezi be, hanem azért, mert gyakorlatilag előről kellett mindent kezdeni már az első körben. Antonio Albacete pedig miután megelőzte Alex Vovot, rendkívül magabiztosan söpri be az első